Mint ahogy korábban hírtattunk róla, augusztusban vette meg a Kalocsakom Kft-t egy dunántúli cég, amely több környékbeli településen is szolgáltatott internetet, illetve kábel TV-t. Csatorna kínálatában még a tavalyi évben nem volt benne a Kalocsa TV, de januártól már azokon a településeken is fogható. Ez gyakorlatilag az idei év eleje óta, amióta próbáljuk a két rendszert összeházasítani, úgy mondjam, hétköznapi nyelven fogalmazva, és innentől kezdve elérhető a Kalocsa TV valóban a környékbeli településeken, több mint 10 településen, ilyenek, mint például Öregcsertő, Drágszér, Híja, Halom, Fogtő, Bátya, Fajsz. Mondhatni, észrevétlenül történt a kalocsai cég beolvadása a TAR Kft-be. A zöggenőmentes átállás után viszont többek között igyekeztek minél előbb megoldani azt, hogy a helyi televízió műsorait a Kalocsa vonzás körzetébe tartozó ügyfelek is lássák. Kalocsa egy térségnek a központja, és hát ehhez a térséghez kapcsolódnak ezek nagyon szorosan ezek a települések, és már igen, jóval korábban is, amikor még ide kerültünk 2006-ba erre a régióra, először Fajszra, ott már fölmerült ez a kérdés, hogy hogy lehetne megoldani azt, hogy a Kalocsa TV-t lehessen nézni önálluk is. A cég további csatorna bővítést tervez tavaszra. Elsősorban a digitális adók kínálatát növeli meg úgy, hogy vele párhuzamosan csökken az analóg csatornák száma. Így lesz olyan csomag, amelyben több mint 80 digitális adót lehet nézni, illetve szintén a lakossági igények miatt az internet sávszélességét is megemeli.